Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a kis videóban a Twitch csatornán, meg YouTube csatornán szeretnék beszélni, meg így az egész videózás során, hogy én mit tapasztaltam, és hát már ugye jó pár évet öltem mind a két csatornában, nagyon sok ember fordult meg, ilyen videózásom során, és az a baj, hogy az évek teltek egy Twitch-en, és nem sok ember maradt meg, aki nézi az élő streameket, annak ellenére mennyi követőm van. Az ember azt gondolná, hogyha bekövetsz egy csatornát, akkor tetszik is, amit csinál, azért követel, nem csak olyan, mintha egy lájkot dobnál a csatornára, azt utána nem is nézni meg többször. Szóval picit ez picit fájdalmas, hogy örülök, hogyha egy, kettő vagy három néző van maximum, és csak ugye azok köszönnek be, akikkel szoktam így beszélgetni. És hát ez édes kevés ahhoz, amennyi követőm van, vagy YouTube-on például feliratkozásom jelenleg. Szóval itt YouTube-on több mint 12 év vagyok fönt, és tehát a videóknak a nézettsége az a békaseggő alatt van. Végtekintek, és ez valami borzalmas. YouTube-on ugye úgy működik, ha valaki eset nem tudná, mert ebből látszik, hogy nem tudjátok, hogy hogyan működik egy videósnak a dolgai, hogy YouTube-on megtekintés számít. Semmi más nem. YouTube-on nem kell előfizetést adni, jó, lehet itt is van valami ilyen apróság, ez a tagság, meg nem tudom, mit is lehet ilyeneket tenni, de igazából YouTube-on nem kell, csak annyi megnézni a videót, rákadintasz, ha hosszú, akkor legalább itt valamit megnézel belőle, csak az a lényeg, hogy megtekintés legyen rajta. És én azt az lenne a reális, hogy az emberek amennyit feliratkozóan például YouTube-on, annyi legalább megtekintés van legalább minden videó. Az lenne reális. Ez nem, semmilyen nehézség nincs ebbe, és semmilyen nagy kérést nem kérnék ezzel, szerintem, és ez nagyon dühítő. Twitch-en picit bonyolultabb, mert ugye élő streamek mennek Twitch-en, és ugye hiába jelez, ahogy a Twitch, ez az alkalmazás, például a mobil alkalmazásnál, vagy úgy e-mailben, nem tudom, e-mailben jelzel, mindegy. Lényeg az, hogy te dolgozol, hogy valamit csinálsz, és nem tudod nézni, de akkor se 1308 ember, nem csak akkor 2-3 ember nézi. A más videósokban is már tapasztaltam, hogy itt írogatják, hogy munka közben nézik, stb. Szóval vannak alternatívák, hogy tudjon nézni azt a videóst, akit előbb bekövettél. Nyilván többet követsz be, akkor nem tudod mindegyiket nézni, csak azért 1308 követőben azért már annyival, hogy nézzétek az adást, annyival már Twitch partnerek jelen nem. Már rég. És igazából semmit nem kértem, csak azt, hogy nézzétek a livestreamokat, amikor ráértek. Semmi extra. Én ki is írtam a csatornámra, a Twitch-en, én nem gyűjtök semmire. Én szerintem elég kultúráltan fogalmazok. Ugye nem beálltam, írtam kézzel a dolgokat. Ugye nekem is van támogatási leírásom,
És tényleg úgy fogalmazok, meg így is mondom nektek, hogy ha arra mondtatok, arra, akkor anyagilag támogassatok. Én már elmondtam szinte az egész életemet nektek, és ki is írtam, kihangsúlyoztam, hogy nekem már nincs senkim. Nekem csak anyum van, meg az öcsém van, aki fogyatékkal, és nem tud semmit csinálni magától, és egy minimális támogatásra kapok, se azt, hogy nézitek az élő streameket, vagy legalább YouTube-on, belenézitek a videóba, ez elkesítő számra, és dühítő is. És múlt évben a Discord is kitakarítottam, úgymond izéjével, csúnya szóval, mert az a sok ember az igazából nem csinált semmit, csak konkrétan ült a Discordban. Nem reagáltak semmire, hiába írtam, mi újság veletek, stb. Sokra személyesen írtam rá, hogy hello, Mizu, utána a kutya se írt nekem vissza. Én nem akarok negatíven belenni, de muszáj vagyok meglépni ezt a lépést. Én pozitívan közelítek mindenki felé, de muszáj vagyok egy-két dolgon változtatni, mert ez így elkeserítő számomra. A Discord ezen túl csak egy utalomképpen fog aktiválódni. Vannak, tudjátok, ez a csatornapontok, nézőjutalmak, és ez a csatornapontokban lesz a Discord meghívó. És ez 30 ezer pontba fog kerülni nektek. Akkor léptek be a Discord csatornára. És aki benne lesz, és sokáig inaktív lesz, az egyből ki lesz dobva. Hogy semmi, nem tudunk semmiről beszélgetni, vagy itt a játékba segítség, vagy nem tudom. Szóval, egy ahogy én kezdtem a Twitch-et, mert én annak idején ugye a Warframe-mel kezdtem az egész Twitch-et, akkoriban még elég jó kis nézettségek voltak nálam, és ahogy haladtak az évek, már Warframe-nél már bitom, már hogy meg tudom idővel határozni, a fortunás időszaktól kezdődöm már, ott már jóval csökkent a nézettség, és ezt akkor is tudtátok meg, most is tudjátok, hogy milyen vagyok, hogyan beszélek, hogyan fejezem ki magam, stb. De ki is írtam csomó mindent, szóval az sincs, hogy egy tökéres csatornát láttok. Mindent szinte leírtam, videóban elmondtam magamról. Úgyhogy aki bekövet, az tisztában kell, hogy tisztában van ezekkel a dolgokkal. Most is nagyon sok embert bekövettem, szimpatikus volt, aranyos volt, és akit bekövetek, vagy bekövet engem, próbálom ugye Twitteren reklámozni a csatornáját, én abszolút pozitív vagyok mindenkihez, csak az a baj, hogy a többség az nem velem szemben. És ez nagyon fáj annyira. Úgyhogy a Discord-okból csatornapontokkal érhető, aki még nem régi YouTube videó, megtalálja a csatorna linket, és úgy jön be, azt nem fogom engedni, de szerintem az már nem aktív. A kamera az el lesz véve, nem lesz zöld háttér a streameknél, én nem fogok két érintős lámpát égetni maximum szinten, mert csak úgy tudom biztosítani a normális zöld hátteret. A kamerát is ki fogom húzni, és ha akkor mit ilyen csinálok esetleg ilyen kisebb videóblogokat, mint most, akkor lesz zöld háttér. És több órán keresztül nem fogok plusz lámpákat égetni azért, hogy szinte mondhatjuk azt, hogy senki nem nézi az élőadást. Nem tudom, ez nagyon negatívnak hangzik, hogy mondom, de aki kicsit megértő, az értheti, miről beszélek.
És ez így nem lesz jó. De az a baj, nem kapok visszajelzéssel, nem tudjuk megbeszélni, hogy most miért nem tudod nézni az adást, vagy ha esetleg velem van bajod, akkor miért nem írod meg, ha itt esetleg magyar néző, vagy legalább van belegem, hogy magyar néző írja meg, hogy mi a fasz van. Szóval... Jó, nekem ez a hobbim, ez az életem része már az, hogy én videózok. Szóval ez akkor is fog maradni, hogyha csak magamat szórakoztatom vele, de akkor is feljó egy kicsit. Ezt nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Én sose voltam a szavak embere, úgyhogy próbálom megértetni magam veletek, hogy mi is a baj. És lehet, hogy senki nem fogja ezt értékelni, le fogjátok szarni, de muszáj vagyok elmondanom, úgyhogy ez így nagyon nem jó. Az a baj, hogy egyszerűen nem tudom, hogy másoknál hogy jön össze annyi ember cseten, nálam kisebb videósoknál is látok nagyobb mozgalmat cseten, vagy nem tudom. Meg azt is láttam, hogy valaki nem is vállalja fel az arcát, nincs Instagramja, se Facebookot nem, szóval se tudják, hogy hogyan néz ki, mégis nézik, szóval nem tudom. Nem tudom. Azt is tudjátok, hogy én csak a játékkal játszok, amit én is szeretek, szóval de most egyszerűen szinte mindent elmondtam magamról. És hiába az őszintesség, hiába minden. És ez baromi rossz. És ezt nem hiszem el, hogy például ha egy Biát, vagy egy Nesztájt, vagy akárkit tudtok támogatni, akkor egy kisebb csatornát miért nem? Főleg engem, aki már évek óta videózik. Ez olyan, mintha olyan, úgy viselkednek a magyarok többsége, mintha olyan, mint a politikusoknak dobálnátok a pénzt, akivel eleve van pénzük. De ez ugyanaz. Ott van valaki 1200-an érdek, és fontosan mindegyes, persze megy nekik a pénz, és már is tele vannak már pénzzel, és mi mindig adjátok rá azért. Szóval nem is értem ezt amúgy. Én meg a kit vagyok szar helyzetbe, én meg úgy zárom mindig a streamet, hogy 0, 1, 2, 3 nézettsége. Plusz egy-két jó ismerősöm támogat anyagilag. Meg én is őket. Szóval azt nem tudom, teljesen el vagyok keserődve ez miatt. Nem értem az emberek gondolkodását, és nem is fogom soha megérteni. És látom másoknál is, hogy erre gyűjt, arra gyűjt, amorra gyűjt, és megadják nekik a pénzt. Én egy alapvető dolog miatt szeretnék pénzt keresni mondjuk a Twitch-ről, a YouTube-ból, hogy magamnak is egy életet tudja biztosítani, meg édesanyámnak, meg öcsémnek is. És egyszerűen évek vannak mind a két csatornába, és egyikkel se tudok pénzt keresni normálisan. Ez lófasz sem. 2022-t még 10 forintot se zártam. 2023-ban most már márciust írunk, ugye? És YouTube-on csak annyi lenne a kérés, hogy a videókat nézik valaki, aki ide téved. És YouTube-on is van 1560 ember, és nincs 1560 nézettség a videóknak.
Szóval értitek a lényeget, hogy minek iratkozik föl valaki a csatornán, ha nem érdekli. Minek követi be valaki a Twitch csatornát, ha nem nézi. Az nem elég sajnos. Twitchen főleg nem elég, ha csak követést adtok egy csatornára. Mert valaki például itt 80 követelés lehet Twitch partner. Még nulla követő is szerintem lehet, akit ismert, ha nagyon sokan nézik. Szóval ez így nem jó. És megint szerintem hiába jártam a számot. És akkor még úgy gondoljátok majd, hogy én vagyok a negatív ember. Miért kimerem mondani, mert más nem fog kimondani. Én nem hiszem, hogy engem zavar csak ez a dolog. Nagyon sok videósnál látom azt, hogy mennyi követője van, mennyi feliratkozója van. És annak a negyedese nézi őt. És senki nem teszi közzé, senki nem mondja el. Azt én azt nem hiszem el. Én őszinte vagyok, kimondom, hogy gondolok. Ezért itt is meg szoktam kapni a dolgokat. Sajnos egy munkahelyen nem tudom elmondani, mire gondolok. Én azt is elmondanám. Csak már nem munkahelyem. Szóval én nem fogom megjátszani magam. Mint ahogy nagyon sok videós megjátsza magát, hogy teljesen másnak adja ki magát, meg itt sírva fakad, meg örülj annak, aminek nem is kéne, hogy örüljön, meg nagyon sok verziót láttam már az évek során, hogy mennyi mindent tesz meg valaki azért, hogy többen nézzék. És az a baj, az őszintességet az senki nem díjazza, meg ha valakinek véleménye van valamiről, az nem. Nem. Ez egy olyan világ, hogy ne legyen semmiről se véleményed, csak mindenre bólogassa, és mindig mosolyogja. Sajnos ez Magyarországon nem lehet mindenre mosolyogni, mert nem lehet olyan happynek lenni, mert nem mindenkinek olyan happy az élete, de próbálkozik dolgokkal. Hát ennyi lenne. Úgyhogy nem tudom, mit szóltok ehhez. Arra kérlek titeket, hogy írjatok a videó alá, vagy mit tudom, nekem van, kiraktam egy e-mail címet is, arra is lehet nekem írni. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy kommunikáljunk, beszéljünk meg dolgokat, kultúráltan. Én tényleg pozitív ember vagyok, és próbálok segíteni másoknak, akik nekem is segítenek. Ennyi. Ennyire nem mondanom. Köszönöm szépen, minden jót nektek. Elosztok.